Hát ez tényleg egy szép pillanat, hiszen ugye tavaly is átélhettük azt, hogy milyen, amikor egy válogatottunk az Európa-bajnokságon nagy eredményt és szép játékot tud felmutatni, és hát itt a selejtezőkben már azért folyamatosan követhettük tényleg, hogy a srácok mire képesek, és tulajdonképpen, hogyha a 18 csapatot nézzük, a hatodik helyet megszerezve nem is olyan rossz az a teljesítmény, amit sikerült igazából végül összehozniuk. Belgium nem lesz egyszerű ellenfél, azért azt hozzáteszem, ők pont előttünk végeztek. Kicsit kaotikus volt a végére egyébként a selejtező csoport, mert volt néhány csapat, amelyik nem igazán jelent meg, szóval próbálták a szervezők is úgy alakítani, hogy a lehető legkevesebb default wint kelljen kiosztani. Ugye ilyenkor sajnos ez benne van, hogy valahogy el kell dönteni, hogy melyik csapat az, amelyik végül megkaphatja a pontokat. Illetve hát velük még le is játszottuk a mérkőzést. Ugye volt egy hazai 3-3-as meccsünk, aztán egy idegenbeli 1-0-ás vereségünk, de pont ez az a mérkőzés, amelynél, hogyha csak ránézünk az eredményre, akkor azt kell mondjam, hogy igazság szerint nem feltétlenül a belgák fölényét mutatná. Közben pedig a képernyőn már lehet látni majd a mérkőzést is. Sajnálatos módon egy szörnyű hírrel kell kezdenem. A Szürke Marhák Hungary másodosztályú csapat bal szélsője, Suha József az elmúlt napokban elhunyt, és ezért egy gyászszünettel fogunk majd kezdeni. A belga csapat egyébként rendkívül sportszerű, hiszen megengedték a magyar válogatottnak, hogy megemlékezésképpen szerezzünk egy gólt Suha József mezében. Úgyhogy ez megtörténik, most pedig újraindítják majd a mérkőzést. Hát tényleg sajnálatos, három gyermek édesapja volt. Társai elmondása szerint csupa szív, jó barát embernek ismerték meg. És hát Ronaldo volt a mindene igazából. Ha ő pályán volt, akkor Suha Józsi igazán boldognak érezhette magát. És a tragikus sors egyébként most is megmutatta magát, hiszen szeretett volna válogatott lenni. Több csapattársának is ezt ecsetelte. És hát végül egy nagyon szomorú esemény révén kerülhetett be a nemzeti csapatban, és megszerezhette az első találatát, és úgyhogy emléke minden hozzátartozójában, barátjában, gyermekeiben természetesen tovább él. Az ő emlékére, és azt hiszem, hogy magyar válogatott mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a mérkőzés a lehető legszebben érjen véget számunkra. Úgyhogy most már tényleg csak pillanatok választanak el bennünket, hogy megtörténjen majd a kezdőrúgás. Itt pedig lehet látni egyébként a magyar válogatottnak már a kezdőcsapatát. Ezért én gyorsan el is fogok nektek mondani. Ciprián lesz majd a kapuban, ami szerintem nem meglepetés. Gira, Norbi, Eger és Bada. Ez lesz majd a hátvéd sorunk. Feri, ki a középpálya söprögetője, és egyben az összekötője is lesz majd a középpályával, illetve, bocsánat, védelemmel és a középpálya, valamint a csatársorral. Bandi és Dávid mellette, és a Sassi Pedro Stollen 3-as fogja majd rohamozni az ellenfél kapuját.
És majd én megpróbálom itt a belgáknak megfejteni a kezdő 11-ét. Nagyon titokban tartották. Van nekem egy olyan 11-em, amivel nagyjából végigjátszották a selejtezőket, és ellenünk is pályára léptek. Meglátjuk, hogy ebből mennyi maradt. És ebben a pillanatban tehát elkezdődik most már a világbajnokság a D csoportjában. A Magyarország-Belgium találkozó csak a rendkedvéért teljes fehér mezben, a magyar válogatott és piros-feketében Belgium. Norbi teszi hátra a labdát, méghozzá Ciprianhoz. Stolen, aki egyébként harmadik válogatottságát ünnepli, de van egy újoncunk is, méghozzá Rácz Andris, azaz Bandi révén. Neki ez az első mérkőzése. Uha, ez egy jó kiugratás a belgáktól, Luis Figo, óriási tweet Ciprián, és aztán Ferinek kell végül hárítania. Hú, micsoda kavarodás ott az első 5 percben, de végül megússzuk. Jöhet az első belga szöglet. Na nézzük, mit tudnak ebből kihozni. Piros mezesek. Inferno! Tovább sikerül fejelni, de megint Feri az, aki ki tudja hozni a labdát. Primo fut közbe az, aki szerrált. Egyébként ő torzítok egy picit, akkor már is megoldom a problémát, ha minden igaz. Remélem ezzel jobb lesz. Vettem az erősségből. Szóval Primo fut egyébként ott volt a lejtezőben is a pályán ellenünk. Insigne. Anderlecht. Ha, csapat nevét is felvette. Közben Insigne, majd Le Cobra. És Stolen. Szép labda Kissasinak, aki talán egy picit elkapkodva. Twist. Ő szintén egyébként már játszott ellenünk. Tehát Eger. Nagyon rutinos idő. Párosunk van ott középen. Bedobás a 12. percben. Bada. Kelzé. Talán szabálytalan volt, talán nem. Viszont nem ez fújta le a játékvezető, hanem Badának a szabálytalanságát. Aztán megint egy kőkemény belépő. Erre azért figyelni kell, de egyelőre a játékvezető úgy dönt, hogy még csak figyelmeztet. Szabadrúgás Belgium javára. Jövünk a 16-osok elé. Jelni kellene, hogy valamelyik elga meg tudjon esetleg lódulni. Szépen Stolen lefüleli a labdát, el is indulhatunk. Még megvan Dávidnak. És egyelőre Kissasi révén be tudjuk gyűjteni. Okosan hátra, nem kell elkapkodni semmit. Bandiról azonban kimegy a labda. Luis Figo. Nagyjából egyébként, ahogy nézem, a belgáknak is a kezdő 11-ét azok a játékosok alkotják, akik azért ott voltak ellenünk a májusi, illetve bocsánat, áprilisi felejtező mérkőzésen. Óriási bedobás. Fon ki tudja fejelni. Twist fogja elvégezni a bedobást. Az iram egyenlőre nem mondható olyan nagyon nagynak, egy picit a belgák uralják ebben a játékot. Előre játékunk kell egy picit majd javítani. Pedro. Nem volt jó a passza, de végül is azt lehet mondani, hogy megoldotta, hiszen rárúgta az ellenfél lábára is. Bedobással. Egyébként Pedro nagy formában van, ami a válogatottat és a klubcsapatát is illeti. Másodosztályban egyébként gólkirály lett. Közben húha, ez egy nagyon jó csel volt Insigne, és bele tud lépni Norbi. Úgyhogy jöhet a második belga szöglet. Szóval, hogy Pedro gólkirály volt. És hát májusban is négy selejtező mérkőzésen hármon betalált. Senegál és Dánia ellen. Várjuk tőle ezt a jó eredmény. A szöglet, és azt a mindenit! Nagy fejes volt.
De úgy tűnik, hogy ez tisztázás volt tulajdonképpen, mert egy újabb belga sarokrúgás következik. 22. perc, egy picit beszorulunk. Vagy a kicsibe elvégezni, vagy inkább csak, hogy kimenjen egy magyar játékos oda szélre. Hatástalanítjuk, és aztán Cipriano megfogja a lövést, jól van. Azonnal dobja is előre. Előre úgy tűnik, hogy megoldjuk, és Bada tovább is tudja passzolni. Dávid. Tolent választja. Jó a továbbított labda, Pedro. És Kabala volt az, aki nagyon határozottan lépett belé. Bizony kellett is. Ő nem fülessége, mert Pedro megléphetett volna. 26. perc. Óriási keresztlabda Stolen felé. Picit nehezen vette át, és azonnal ott termett belga. Minden esetre milyen a betobás. Középre feljárt labda sajnos nem jó. Lekobra. Nem kell Z, viszont visszaszerezzük. Mint hogyha kezdenénk felébredni. Bada. Eger. Szépen higgadtan. Jó Dávidtól, aztán Pedrónak sikerül beadni, előnyszabály, ezért mehet tovább, Dávid. És az első szögletünk következhet, majd Flakóról ment ki a labda. 30. perc. Stolen végzi el a hosszú oldalra, teljesen ügyesen Feri. De sajnos csak Lekobráig jutott a labdája. Minden esetre gyorsan vissza tudjuk szerezni, igen, mert nálunk marad a labda, mutatta a bíró, hogy bizony mi jöhetünk partvonalról. Vigo nagyon harcos, de igazából nem jár sikerrel. Két eredményről egyébként beszámolhatok, hiszen a nyitó napon az A csoportból Brazília Svájccal találkozott, otthon 4-0-ra, idegenben pedig. Tehát otthon 4-0-ra nyertek, a másik mérkőzésen viszont Svájc 3-0-ra elgyepálta őket, és a C csoportból is van egy mérkőzés. Hát Olaszország kiütötte Szenegált, aztán Pedro lőhet! Sajnos ez gyenge volt, kellett a kapusoknak közbeavatkozni. Visszatérve tehát a C csoport mérkőzésére, Olaszország előbb 6-1-re, majd 4-0-ra verte Szenegált. Barbi remekül fedezi a labdát. Szignál, aztán jön Eger és kisegíti. Óriási előre rúgott labda. Azonban marad nálunk, és aztán meg is tudjuk szerezni Dávid révén. De nem marad nálunk sajnos. Még. Ó, Szignál. Egy magyar láb mindig megérkezik egyenlőre. Nem igazán sikerült a belgáknak sem kialakítani olyan hatalmas helyzetet eddig. Bandi gyönyörű csel volt, higgadtan, Dávid. Majd kiszaszi. Hárman vették körbe és vették el a labdát, aztán Figo, ő továbbra is nagyon harcos. Eger, és sajnos ott terem a belga előtt a labda, de Ciprián figyelt, és azonnal kirontott a kapujából, fel tudta szedni. 44. perc, továbbra is 0-0. Úgy tűnik, hogy selejtezőbeli szoros mérkőzések itt a világbajnokságon folytatódnak. Egyébként a mi csoportunkban még ugye Hollandia és Tunézia található. Hollandiát az U21-es csapatunk oda-vissza verte. Megvárom itt, hogy Pedrónak a passza, hogy sikerül. Hát egy szabadrúgást ki tud végül harcolni, nagyon jó helyről, sőt, a bíró figyelmezteti is egy sárga lappal rosszan érót, hogy ilyen belépőket nem kéne a továbbiakban. Bandi, nagy lövés! Mimitamnak kellett a kapu fölé ütnie. Jöhet az újabb szöglet, Stolen. Épp a beívelés, de sajnos Mimitam kezében landol a labda. És nagyon gyorsan támadásba lendülnek a belgák, úgy érzik, hogy itt a fél idő végén, a hosszabbításban még lehet esélyük, MK be tudja adni, és ott van a vezető találat. Még hozzá a sárgalapos Rossonero, az, aki megszerzi a vezető volt. 1-0 Belgiumnak. Hát ha időt vesszük alapul, akkor a lehető legrosszabbkor kaptuk, így van.
Le is fújja a játékvezető. 1-0 fordulásban tehát. Ha az összképet veszem alapul, akkor nem mondom azt, hogy benne volt igazából a belga vezető találat. Mezőnyben harcolt tényleg mind a két csapat. Igen, ezekre a kontrákra nagyon figyelnünk kell. Meglátjuk, hogy a második fél időben de lesz majd elég ez a belga válogatott. Nyilván, hogyha a hazai pályát, illetve az idegenbeli szereplést veszük alapul, akkor a virtuális világban egy picit másabb azért, hogy a valóságban. Ettől függetlenül sokkal bizonytalanabb volt a belga válogatott, amikor idegenbeli írásban kellett szerepelniük. Hazai pályán a selejtezők alatt például csak a franciák tudták egyszer megverni őket. A többi vagy döntetlen lett, vagy nyerték. Tehát ezek mind-mind csak statisztikai adatok természetesen. Luis Figo megint. Nem volt jó a passz. Arbi ügyelt rá, hogy fél legyen a labda. Taszi. Sajnos nem volt jó a visszatett labda, pedig nagyot kényszerítőzhetett volna Dáviddal. Minden esetre nálunk marad a labda. Így van, volt ott egy kisebb szabálytalanság. Minden ellenfelünk ellen ugye kettő mérkőzést játszunk, tehát rengeteg pontot lehet gyűjteni. A csoportokból egyébként, amiből öt van, de megvárom, hogy Stolen milyen labdát tud adni. Sajnos Anderlecht Ludo lefülelte ezt a labdát. Minden esetre marad nálunk, és azt a mindenit! Mekkora mentés volt ez a belga védőtől. De minthogyha nagyobb elánnal jöttünk volna mi a második fél időre, de most megint a belgák kontrázhatnak. Twist sokáig vezette, de eddig tartott a futása. Szóval, hogy öt csoport van a két meccs között, majd elsorolom, hogy melyik csoportba mely csapatok találhatóak, és egyébként az első két helyezett mögött még a két legjobb harmadik is tovább jut, így lesz majd az egyenes kieséses szakaszban 12 csapat. Ez szép elfutása lehet Stolennek, érkezik a beadás! És Gabazel az, aki az utolsó pillanatban kikalazza Pedro elől a labdát. Jöhet a szöglet! Stolen! Feri! Picit csalóka volt a labda íve. Meg aztán úgy tűnik, hogy még egy belga is beleért. Másik oldalról. Jöhet tehát a sarokrúgás. Dávid. Gira. Szép csel volt, Petro. Nem volt már erő a fejesben. Mimitamnak ez sem okozott gondot. Nem baj, most már eljutunk. Addig, hogy veszélyeztetni tudjuk a belgák kapuját. 60. perc. Van még azért időnk, hogy esetleg egyenlíteni tudjunk. Pedro. És Twist teszi hátra. Igazság szerint ugye az idő minket fog sürgetni, és ez felkínálja majd a lehetőséget a belgáknak, hogy majd kontrázzanak, Dávid be tud fordulni, megpattan, de mellé. Azt a mindenit, újabb szöglet, Stolen. Jó, a középretett labda, de ez is mellé megy ez a fejes. Belgáról ment ki közbe amúgy, majdnem saját kapujába. Sikerült betalálni a Stolen rövidre. És most Pedro volt az, aki fölé fejelt. Na, rendeztünk egy icipici tizi játékot most kapujuk előtt. Egy kicsit még pontosítani kell, és akkor azt lehet mondani, hogy így működhet. Hatalmas bedobás, Lökobra, és aztán Zsira. Sokat nem teketóriázott, azonnal kivágta, és marad nálunk! Ebben a pillanatban viszont belgák jöhetnek majd bedobással.
Egyébként a csapatunk érdekessége, ami az összeállítást illeti, az mindenképp az, hogy van első osztályos és másodosztályú csapatból is itt többi játékos, sőt, nagyon-nagyon szétoszlik, hogy hány klub csapat adja válogatottunknak a játékosait. Legtöbben egyébként a Hungary csapatából vannak itt, dacára annak, hogy a Hungary 11 lett a magyar bajnokság második szezonjának a nyertese. Tőlük csak kettő játékos van itt. Rácbandi pályán is van a másik, Ajlik Csabi. Le Kobra, ki tudna lépni? És ott a védelmünk, Zsira. Még bent tudja tartani. Orbi. Lassan elérkezünk a hajrához. Talán ezt még meg lehetne nyomni. Ada. Olen. Lefut. Primo. Használta testi fölényét. Ott hagyja Dávid. Ki fog érkezni? Holland nem akarja elvégezni. Az Eger lesz. Igen. Hatalmas betopás lesz ezek szerint. Pedro felé. Kerül. A lövés meg. Hát, ahhoz képest. Nem sikerült valami jól, pedig nem zavarta senki. Mindegy, ez is jelezte, hogy támadni szeretné a Kobra. Igne, Ada. A második fél időben egyébként a belgáknak nem igazán van jelenete. Csak hát ők vezetnek, és hát a fociban, mint tudjuk, az eredmény a legfontosabb. Kóra játszák sajnos. Le Kobra, be tud menni, de Ciprián hatalmasat véd! Azt hiszem, hogy meccsben tartotta most a magyarokat. A kis Fröcsnek a kapusa. Maradt bő 10 percünk. Egymás zavarta most két belga játékos. Rúgjuk előre, Stolen. Nem tud labdát szerezni, megvártam, hogy a partjelző mit ítél. Sajnos nem a javunkra tévedett, úgymond. Ért a belgák is tudnak ám bedobni óriásiakat. Lekobra. Figo sarkkal próbálta megoldani ezt a helyzetet, de ez nem jött össze. Bandi elveszíti. Eznek most sok lehetőséget kért, de elrontotta ő is. Kérdés, hogy érdemes-e megpróbálni. Figyelni kell-e mondjuk a gólarányra, mert hogyha nagyon kitámadunk, és ne adj Isten, kapunk még egy gólt, az ugye kettő. Most eséget jelentene. De mi van, hogyha sikerül egyenlíteni? Az meg egy pontot. Sőt, van még talán annyi idő is, hogy akár a fordítás is meg lehet. Primo, megint ő az, aki kiszorítja Stolent. És Falco így meg tudja oldani. Primo rendkívül hasznos a belgák alakzatában. Feri. Ő is előre jön most már. És ha ő előre jön, akkor ott valami történhet. Minden esetre Bandi visszaszerzi, Dávidnál marad a labda, be tud fordulni, lesz lövés, lesz! Megint megpattan, ott volt egy belga láb, és megint a kaputól távol ment ki. Stolen a labda mögött, 90. perc után járunk már. Még mindig nem szabadul fel a belgák kapuja. Bandi azonban nem tud beívelni, viszont Dávidnál ott a lehetőség, kiteszi Egernek, és aztán egy újabb sarokrúgás. Beszorítjuk a végén a belgákat, de továbbra sem tudunk egyenlíteni. Hosszú oldalra, nézzük csak, Dávid, ő nem tudja megszerezni, Stolen visszafejeli, és ez is mellé. Nem akar összejönni. És lehet, hogy ezzel az első mérkőzést így megúszszák a belgák.
Bár egyelőre a játékvezető még engedi, viszont csak eddig? Nem. Ez még nem a hármas sípszó volt, hanem csak a szabálytalanságot jelezte Twist volt az, aki picit durvább volt a kelleténél. Eddig tart az első találkozó. 1-0-ra tehát megnyerik a belgák. Bár azt mondom, hogy nincs semmi vesze a második mérkőzést előrevetítve, de hát majd meglátjuk, hogy mire lehetünk képesek. Minden esetre mindjárt megkérdezem két fiatal szakértőnket, hogy ők mit gondolnak erről a mérkőzésről. És akkor talán egy picit okosabbak lehetünk majd. Elvileg. Csípni még. Sajnán kiderül. Haló, haló. Igen, itt vagyunk. Itt vagyunk. Na hát, hogyha a mérkőzés egészét nézzük, és picit eltekintünk az eredménytől, akkor mit láttatok első találkozó? Hát igazából szerintem... Hát igen, nem volt annyira rossz, de hát igen, van azért mit fejlődnünk szerintem. Igazából a helyzetek kialakítása talán az, ami egy kicsit nehézkesen ment ezen a mai mérkőzésen. A vége felé már azért benyomtuk őket, mivel volt, nem is tudom, szerintem egy 4-5 szögletünk is. De igen, sajnos ez most kevés volt, reméljük a következő meccsen nyerni tudunk. Illetve azt tudom még mondani, hogy nagyon kapkodós a játék, azt vettem észre. És nem csináljuk ezeket a rövid passzos megoldásokat, illetve a támadó harmadban több kreatív megoldás kellene. Igen, egyébként ez valóban egy picit feltűnő volt, hogy némely játékos talán túlságosan is gyorsan akart megszabadulni a játékszertől. És lehet, hogy hát keresték nagyon a kulcspasszokat, szerintem, ahogy ami látszott, hogy hát már nem is egy érintőből, de ahogy megkapták ugye a labdát, egyből a kulcspasszokra törekedtek ugye be a védők mögé, ami igen, hát lelesték ezeket a belgák. Kicsit türelmesebben kéne játszani. Így van, ez az egyik fontos. Viszont ti, hogyha mondjuk van a fél időben egy számotokra nem kedvező eredmény, akkor hogyan szoktátok ezt megbeszélni, vagy edzői utasítások hogyan történnek? Gondolok itt arra, ha mondjuk ti lennétek ennek a magyar válogatottnak, akkor most. Hát igen, ez jó kérdés. Hát azért nehéz erről mit mondani, de hát szerintem azt mondanám a fiúknak, igen, kicsit türelmesebben játszatok, mehetnek nyugodtan a passzok, járassátok a labdát. Igen, nem kell egyből tényleg az olyan kulcspasszokat adni, mint mondjuk Özil. Vagy ilyenek. Úgyhogy szerintem ez, ami a legfontosabb. Így van, én is csak ismételni tudnám a Márkot. Kicsit megnyugtatni a srácokat, illetve azt tényleg, hogy ne kapkodjunk az eredmény, ne fussunk az eredmény után. Hogyha jól játszunk, akkor ez úgyis jön magától. Rendben, hát nagyon rövid volt a szünetünk, úgyhogy ezért elnézést kérek, de meg kell most, hogy tegyelek titeket, mert közben megy a második mérkőzés. Rendben. Na hát ezért is pici elnézést, de hát a srácok úgy tűnik, hogy nem nagyon akartak várni itt két meccs között, hanem már is egymásnak esnek, már másodjára. Úgyhogy nézzük, hogy mire lesz elég a magyar válogatott itt a második találkozón. Piros-fehérben van tehát nemzeti 11-ünk, egy lest is elkönyvelhetünk gyorsan, és világoskék-fekete szerelésben tehát Belgium, akik megnyerték ugye az első találkozót. És már is mondom, hogy nálunk mi volt a változás, hiszen megszokott. De meg kell várnom, hogy Infernoit ad egy óriási labdát, gangster! Hiába víg nagyot, ott van. Egyszerűen a második hullámban érkezett egy újabb belga, és vezetnek. 1-0. Szóval gangster áll a kapuban, mint azt már hallhattátok, láthattátok. Latyak Balika
DG és Patrik lesz a védősorunk, Zoli, Bandi, Dávid középen, és a Szabi Karika, Bazsi hármas próbál majd támadni. A Balika teszi éppen hátra a labdát. Talán Karikára lehet majd szükségünk. Ő volt egyébként a második legeredményesebb a selejtező sorozatban. 6 találatig jutott, viszont a magyar első osztály királyát köszönhetjük. 16-ig jutott egyébként a második szezonban. Hát meglátjuk, hogy ez mennyire lesz majd legelegendő. Arzan Alfan. És lehet, hogy akkor DG helyett mégis ő kap szerepet. Anderlecht a Basel. És az azért, maradjunk annyiba, hogy ilyen korán vezetés szerezett belga válogatott, mindenképp megnyugtathatja őket. 3 pont már zsebbe van, itt is vezetnek. Nyilván erre nem lehet alapozni egy FIFA meccsen sem, nemhogy a való életben, ez egy óriási előreívett labda, és majdnem a belga Insigne lett. Kelzé. Bernó, remek összjáték. És aztán végül csak szerelni tud Primóékat. Megnyomják megint mérkőzés elejét egyébként. Én ezt tették az első meccsen is. Nem is ízlett nekünk az egyszer biztos. Kell jönni a szorításból, kicsit pontosabban kell passzolni, és akkor tulajdonképpen ez a belga válogatott is, azt lehet mondani, hogy megrendülhet. Már csak azért is, mert 20 gólt tereztek a selejtezők alatt, és 15-öt kaptak. Tehát nem is voltak igazán gólerősek, és a védelmük sem volt mi toppon. Sőt, nem volt olyan találkozó, igazából egy kivételével megkaptak volna gólt. A legnagyobb győzelmük is Oroszország ellen volt hazai pályán 3-0. Megint egy óriási bedobás Arzan Alfan. Nem Dávid. Nem tudott kilépni Bazsi. Tam. Óha, micsoda hiba ez a belga kapustól, de Karika nem tudja kihasználni, hiszen Primo ott volt a közelben. Ez mondjuk nagy löketet adhatott volna, de hát tényleg kiszorított helyzetben is volt meg. Hát, de jól látni, Szabi próbálta beadni Dávidnak, de Kabázel volt az, aki hol vetődött. Közben meg már úgy tűnik, hogy is időközben. Megint Arzan Alfan lép közbe. Úgy tűnik, hogy sokkal inkább erőltetnék azt a bal oldalt, ezt a bedobást, hú, de benéztük, MKZ teljesen egyedül, meg üresen betörhetett a 16-osunkon belülre, viszont kellett bizony a szerelés. Hát a szöglet. Valamivel gyorsabban tágult el ez a második meccs. Már a 33. percben járunk. És akkor lőnek egy óriási gólt. Teljesen üresen volt az ötösünknél a belga játékos. És belefért ez is. Hiába kap bele, gangster. Tehetetlen volt végül is. Falco. A gólszerző, szerintem ő lesz amúgy. Vagy Inferno. Igen, Monteverdi. Ezek szerint akkor nem Patrik az, aki a jobb szélen van, hanem Arzan Alfan. Akkor Zégi, aki Monteverdi, úgy így áll fel. A második meccsen a magyar válogatott. Különbség tehát most a meccs között, meg az előzetesen leadott kezdő 10.
Luis Figo. Uha, ezt most már nagyon kijátszották. Monteverdinek bizony közbe kellett lépnie. Teljesen üresen lőhetett megint belga csapat. Bernó. És ott a harmadik. Kabázel. És akkor ezek szerint tényleg, hogyha hazai pályán szerepelnek úgymond a belgák, akkor sokkal eredményesek. Sokkal eredményesebbek és sokkal jobbak. 3-0. Vagy inkább mondjam azt, hogy innen szép felállni. Nem kell Z, Inferno. Valik, aki tudta fejelni. És igen, Inferno pedig gól szerzője, most már látom a rajzatán. Dávid, Balázs. És a félpályán tudunk egyelőre túljutni nagyon. Óha! És még le is csapnak rá, viszont Monteverdi javítja az előző bakiját. Cigne, Figo labdát szerez, és ott a negyedik. Hú, egy fél idő alatt négyet kapni. Hát ez lehet, hogy nem kicsit letöri majd a lelkesedésünket a második játék részre. Hát csoda, főleg a virtuális játéktéren igazából történhet. De az biztos, hogy nem csak mind a kettő, hanem a harmadik szemem is kikerekedne. Jelíteni tudnánk. És nem azért, mert lebecsülném esetleg a magyar válogatottat, vagy hogy esetleg gyengébb mondjuk a második kezdő 11-ünk, hanem szimplán azért, mert ez a belga válogatott, ez kijött a második meccsre, és mint hogyha így egy kicsit rákapcsoltak volna, és azt mondták, hogy oké, okay, az előző az necces volt, ez legyen simább. Momentumot sem hagynak számunkra. 4-0-val fordulunk, és vajon mit lehet ilyenkor találni? Azért nem minden nap lát az ember a vereséget. Persze még nem ment le a teljes mérkőzés, de hát azért fél időben ezt átbeszélni, hogy egy picit motivációt is szerezzen az ember, meg lássa azt, hogy esetleg van kiút, mert hát tényleg ilyenkor azért apait, anyait bele kell még adni. Hát kíváncsian várom. És hogyha ugye itt a fél időben pár szót ejtettünk arról, hogy elmesebbnek kéne lenni, vagy jobban összpontosítani, akkor ez most hatványozottan igaz. Erre a mérkőzésre. Igazából nem is feltétlenül a belgák jobbak. De most itt történik egy szabálytalanság Ignével szemben. Szóval mi is jóval gyengébben teljesítünk az első meccshez képest, tehát ez is hozzátartozik. Mind a mellett, hogy nem akarom én itt kozmetikázni ezt a 4-0. Nem kell, Zé! Valika. Egyébként ő a sárga lapos. Dávid. Nagyon szép, két ember mellett a csel, viszont Karika. Már nem jól adta vissza neki. Becsületére válik, hogy utána ment és szerelte Primót. De hát a belgáknál marad a labda. A fájóbb. Inferno. És továbbra is az a legnagyobb gondunk, hogy nem hogy a támadó harmadban nem tudunk mit csinálni. Közben Luis Figo kap bodicseket, és borzasztó jó helyről jár a szabadrúgás a belgáknak. Bele a sorfalba, de ennek ellenére csak most szabadul fel a kapunk. Kezdőkör közelében sincs magyar játékos. Lekobra tovább sodorja, próbálja beadni középre, de egy magyar lábon megpattan, és aztán ki is hozhatjuk. Dávid? Á, ez is rossz passz. Twist.
Azt hiszem, hogy megtört a magyar válogatott. Főleg a negyedik gól után. Luis Figo. Óriási gólt szeretett volna szerezni. Majdnem javítanom kellett a mondatomat, hogy 4-0 után. De marad egyelőre ez az eredmény. 58. perc, és még viszonylag sok van ebből a második meccsből, hogy azt lehessen mondani, hogy lefutott. Hát nem csak az, hogy mi szépíthetünk, hanem hogy ez lesz a végeredmény. És hát kiben ne idéződne fel a tavaly nyár és a legjobb 16 között, miközben Inferno cselezget. Ugyanez a párosítás volt Franciaországban. És ugyanez az eredmény, kérem szépen. A sorsnak azért van. Van fintora, maradjunk annyiban. Andi, Dávid. Tabinak esélye nem volt, hogy ezt a labdát befussa. Primo. Arsenal fan. Andi. És azonnal visszaszerzik. Még amit ér felünkön. Viszt és Luis Figo ketten bolondot csinálnak a védelmünkből, és ott az ötödik. Kiütnek minket a második mérkőzésen. Nagyon elfogytunk. Hát Belgium, azt lehet mondani, hogy sokat javult a lejtező sorozat óta. Dávid, lehetett volna egy kapura lövésünk, de ez a kedves úriember ott a játéktér szélén intett, és azt mondta, hogy nem. Dávid sem juthat el lövésig. Le Cobra, Inferno. Hát nekik is most már sét a galopp. És azért hozzáteszem, hogy ez a 6 pont a belgáknak óriási előrelépés. Tovább jussanak ebből a csoportból. Dávid. És Insigne. Az az Insigne, aki tulajdonképpen végig támadta ezt a meccset. Ő jön vissza és védekezik 70. percben. Ennyire van összerakva ez a belga válogatott. Tunézia a másik ellenfelünk, ugye akit papíron le kellene győznünk, és erősebbek vagyunk, hiszen elejtező folyamán is meg tudtuk őket verni. Volt egy nyögvenyelős mérkőzésünk, aztán őket is kitömtük. De hát kérdés az, hogy ez a VB ez azért mennyire írja át majd az erőviszonyokat. Hollandia ellen pedig az egyes válogatott játszott remekül. De hát úgy tűnik, hogy egy-egy világverseny hordoz magában meglepetéseket és változásokat. Közben MKLZ-t választjuk el a labdától, de ez nem jelenti azt, hogy még ne lenne problémánk ott a 16-oson belül, aztán végül csak ki tudjuk pöckölni a lasztit. De arról nem számolhatok be, hogy átjutunk a pályán, illetve hogy nálunk maradt sokáig a labda, mert ennyi. A belgák úgy tűnik, hogy ennyit engedélyeznek mai estén számunkra. Hát fejben most már lehet, hogy a srácok a következő fordulóra próbálnak majd ráhangolódni és gyorsan elfelejteni ezt a mai estét. Cselejtezők során sem kaptunk ekkora különbséggel ki. Bazsi? Hát Szabi nem tudott fejelni. Fejed Zoli, hogy segítsen, de ő sem tudott fejelni. Utolsó 10 percen belül vagyunk most már. Ez pedig egy kőkemény becsúszás volt hátulról. Hát lehet atom, hogy örülhetünk, hogy Bazsi csak sárga lapot kapott. Insigne próbálta visszatenni kicsibe, nem jött össze. Na nézzük, Karika! A labdát sem sikerül tartania. Erlek tudóval szem. Ezt a mérkőzést azért érdemes lesz majd szerintem visszanézni.
magyar válogatott. Belgák játékát lehet majd elemezni. Hát, lesz egyébként időnk, csak a jövő héten kell a következő sportmérkőzést lejátszani, ha jól tudjuk. Hát ő is mekkora munkát végez, szerintem a csapata legjobbja. Óriási. Az a mennyiség, amit fut a karakterével, szerel, minden támadásba, minden labda felhozatalba benne van. Hátul is szerel, hogyha kell. Falco, ez aki kifejelte. Jöhet majd a bedobás. És lehet, hogy kapura nélkül, kapura lövés nélkül a második mérkőzést. Jöhet még egy bedobás majd a végére. Megint egy kemény becsúszás. Egy újabb sárga lap. Nem akármilyen lehet most a csapaton belüli hangulat. És itt a vége, fussál véle. A második mérkőzés is véget ért. És hát számunkra abszolút kedvezőtlen végeredmény született. Azért azt hozzá kell tegyem. És akkor mindjárt beszéljük a srácokkal, hogy a helyzet, addig én beírom itt az eredményeket. Azért az első meccs után nem feltétlenül. Na hát, köszöntelek. Na, a mérkőzés végére még titeket. Hát azért az első meccs után szerintem ti sem gondoltátok ezt. Hát igen, nem gondoltuk ezt, hogy 5-0 lesz. Igen, sajnos ez így alakult. Ugye az elején rúgtak már 2-3 gólt, amivel igen, megpecsételték ugye a sorsunkat a meccs hátra lévő részére. De hát sajnos így alakult, ezt el kell felejteni, aztán hát persze, mint ahogy a nagy válogatott is a következő meccsekre koncentrálni. Igen, sajnos az első pár gól megpecsételte ugyanígy a sorsunkat, de láttam pozitívumokat a játékban, viszont sajnos több volt a negatívum, de ki lehet javítani. Itt azért szerintem simán elmondható, hogy a belgák úgy jöttek ki a második meccsre, hogy szeretnének gyorsan dűlőre vinni ezt a mérkőzést. Ugye sokszor látjuk is ezt a való életben, amikor egy ilyen erősebb csapat próbálja az első negyed óra 20 percben tényleg brutális nyomás alá helyezni az ellenfelét. Ezt a védekező csapat úgymond hogyan kezelje igazából, hogy bármi áron elrúgni a labdát, csak ne tudjanak helyzetet kialakítani, vagy inkább belemenni abba, hogy birtokoljuk mi, és próbáljuk megfékezni, akkor a lendülete legyen a csapatnak. Hát igazából, ha most a, ugye a való életben, való életről beszélünk, akkor ez nyilván nehezebb ugye annak a csapatnak, aki gólt szeretne szerezni, mivel ez most nem, igen, bármelyik első osztályú bajnokságban ez nagyon nehéz gólt szerezni, de ha itt nézzük FIFA-ban, itt igazából, ha egy csapat nagyon védekezik, ezt magamról is tudom, ez nem jó. Akkor biztos, hogy gólt fogsz kapni, mivel itt egyszer bármi a gép, vagy bármi úgy oda pattan a labda, amiből tényleg, ahogy az első gól is volt, hogy szinte a gyerek így beesett a kapuba, és úgy pattant be róla a labda. Úgyhogy igen, így, szerintem itt nem lehet beállni védekezni. Én tartanám azt, amit kezdetekben mondtam, hogy nem állnék be védekezni, és ugyanígy tartanám tovább a labdát, próbálnék kialakítani helyzeteket, abszolút nem elrugdosni, mert semmi értelme, ahogy láthattuk. És hát ugye ti is részt vettetek az Európa-bajnokságon, lement az első meccs. Igen, nektek ott egy nagyon szép siker született, amit ugyanúgy fel kell dolgozni, de mi a helyzet akkor, amikor baromira nem jól sikerül első meccs? Gyorsan túl kell lendülni, mert
ugye nyilván minél tovább ott van a fejben, hogy kaptunk 6 gólt, az nem tesz jót, de azért mégis hogy lehet gyorsan túl lendülni? Hát ez ugyanígy volt nekünk az EB elit körben, ugye az EB előtt. Az első meccsen kikaptunk Izraeltől, és hát utána gyorsan tovább kellett lendülni, ugye, mert még volt hátra két meccs, és minden áron ki akartunk jutni ugye az Európa-bajnokságra. És hát igazából most a mi esetünkben ez úgy volt, hogy a csapat tényleg nagyon összetartott, és segítettük egymást, beszélgettünk egymással, megbeszéltünk mindent. Most itt náluk igazából hát nem tudom, hogy lehetne tényleg az, hogy még összeszokottabban játszanak, és mondjuk, amit mondjuk az én esetemben, ugye Ultimate Teamben nem lehet csinálni, hogy viszed a középpársa a labdát, és akkor mondjuk a csatárt beindítod ugye a védők mögé, hogy mondjuk ezt ők ugye meg tudják jobban csinálni, mert ugye mindenki irányít egy embert, hogy mondjuk az ilyen dolgokat például jobban akár legyakorolni is, vagy bármi ilyesmi. Igen, én is azt gondolom, hogy itt a gyakorlásom van a hangsúly, és azon, hogy 11 ember milyen összeszokott, hogy olvassák egymás gondolatait. Ez a játékban valóban most teljesen más, mint a való életben, mert való életben ki kell elemezni a hibákat, túl kell lépni rajta, és meg kell találni megint ezt a kellő motivációt, ami alapján ki tud menni a pályára újra. Egy nap egyébként mondjuk szívesen idézőjelbe felhúznátok a virtuális meszt, ilyen 11v11, mármint a nemzeti meszt, hogy pontosítsak. Hát persze, igazából már ezt beszéltük most itt a mérkőzés alatt, ugye kapcsolatban voltunk Opával, és beszéltük is, hogy tényleg mi is játszanánk nagyon, mert egy az, mert szeretjük ezt, és hát persze, mivel ez egy nemzeti válogatott, úgymond, nagyon szívesen játszanám mi is, úgyhogy majd nem tudom, remélem egyszer azért erre is majd sor kerül, ha mondjuk befejezem a pályafutásomat, ami nagyon remélek, hogy elég hosszú lesz. Így van, én is hoztam már véleményét, kipróbálnám magunkat ebbe a játékba, úgyhogy remélem, hogy majd egyszer sor fog rákerülni. Hát örülök egyébként, hogy akkor összességében tetszett ez a 11v11 mód, és hát én tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a mai estén segítettétek a támat. És ez egy jó dolog volt, hogy segíthettünk, és reméljük azért a következő meccseken jobban alakulnak az eredmények, és hát kikvalifikáljuk magunkat a VB-re. Igen, köszönjük szépen. Így van, bízom benne és szorulunk a továbbiakban. Hogyha esetleg jöttök majd következő meccsre, akkor már egy kicsit az örömködésről is beszélhetünk, hiszen úgy alakul. Úgyhogy további szép estét kívánok nektek, és sok sikert egyébként a csapatokban. Köszönjük szépen. Rendben, köszönjük szépen. Jó estét, és jó éjszakát, viszlát. Jó éjszakát, viszlát. Hát nehéz egy ilyen estét lezárni több okból is, ugye még egyszer emlékezzünk meg Suha Józsefről, a Szürke Marhák egykori balszélsőjéről, és hát ne emlékezzünk, hanem gyorsan felejtsük el azt, hogy 1-0, majd utána 5-0-ra kikaptunk Belgiumtól. Ez volt tehát a magyar FVP, a FIFA 17-es válogatott labdarúgó csapatunk első világbajnoki mérkőzése. Vár még ránk Hollandia, illetve Tunézia. 4 meccs, megszerezhető 12 pont. Hát majd a jövő kideríti számunkra, hogy mennyit sikerül ebből összeszednünk. És nagyon fontos az, hogy az első két helyezett mellett a két legjobb harmadik is tovább megy. De az biztos, és ebben szerintem mindenkivel egyet tudok érteni, hogy ettől azért egy kicsivel jobb játék kell majd a részünkről. Nagyon szépen megköszönöm a figyelmeteket, fantasztikus volt, hogy ennyien néztetek minket, kövessétek az esport1.hu oldalát, hiszen rengeteg fifás hírrel és nagyon fontos és jó információkkal találkozhattok a világbajnoksággal kapcsolatban is természetesen. Én Debreceni Tézeusz Péter voltam, engem is megtaláltok Facebookon, ha dobtok egy követést, az nektek egy kis dolog, nekem viszont annál nagyobb, és hát természetesen az eSport egy oldalát is nézegessétek, hiszen rengeteg jó közvetítéssel jövünk még, sőt,
a világbajnokság további meccseit is lehet majd itt látni, hogy mindenkinek azért én kívánok kellemes, szép estét, sziasztok!